Az Egyesült Államok újabb 800 millió dollár értékű katonai segítséget küld Ukrajnába, közölte pénteken az amerikai külügyminisztérium. A csomag ENSZ egyezményben tiltott kazettás lőszereket is tartalmaz. A külügyminisztérium sajtóközleménye szerint a szállítmány többfajta precíziós lőszert, rakétákat, védelmi és harckocsi elhárító eszközöket, valamint harci járműveket foglal magába, és olyan DPICM-ek kategóriájába tartozó rendkívül hatékony tüzérségi eszközöket, amelyeket az Egyesült Államok ezt megelőzően nem küldött Ukrajna számára. A DPICM úgynevezett kazettás lőszer, amely bevetéskor számos további apró robbanó eszközt bocsát ki magából, megsokszorozva a pusztító hatást. A Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lőszerekkel kapcsolatos aggályokról az amerikai adminisztráció egyeztetett a szövetségeseivel és partnereivel. Jake Sullivan azzal érvelt, hogy miközben Oroszország polgári lakos ellen is bevet kazettás lőszereket, addig az ukrán erők az ország területének védelmében használják majd azokat, és minimalizálják a polgári lakosságot fenyegető kockázatot a kazettás bombák bevetése miatt. Jake Sullivan kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog háborúba keveredni Oroszországgal, és nem bocsát Ukrajna rendelkezésére fegyvert ahhoz, hogy azt saját területén kívül használja fel.